azt gondolom, hogy ilyen darabnál létfontosságú a közönség, mert abból a szempontból mindenképpen, mindenféle szempontból, de abból mindenképpen, hogy a végső ritmusát a közönség állítja be egy előadásnak. Tehát mi eljutottunk egy bizonyos szintig, most már a közönségnek kell velünk együtt játszania. Ez tegnap meg is történt egyébként. Ami érdekes tapasztalat, hogy az, hát hogy a közönség szeret szórakozni, hát ez nem annyira új tapasztalat. A másik viszont az, hogy nem csak az egyértelmű, általunk egyértelműen a gondolt vicceken, poénokon nevet a közönség, hanem érdekes volt azt meghallani és azt tapasztalni innen a színpadról, hogy a történetét is a darabnak figyelik, követik, állandóan belejönnek, tehát a reakciónak egy túlnyomó része igazán a történeti reakciók voltak, és nem annyira feltétlenül a poén reakciók. És ez viszont nagyon jó volt, mert ez szerint nem veszíti el a falat, és a darabban együtt jön a közönség, ahogy haladunk előre a darab folyamán. Azon túl meg, hát most már valóban abban a stádiumban vagyunk, hogy minden este, az, tehát inkább másik oldalról fogalmazom, az már egy nagy kínlódás lenne, hogyha most megint lenne egy összpróba csak a rendező úr jelenlétében, hogy csak ő ülne a nézőtéren, mi végtelenül halálra unnám magunkat valószínű. Itt most már csak a közönséggel vagyunk együtt hajlandóak játszani, senki mással.